Na sziasztok! A mai videóban azt fogom megmutatni, hogy hogyan tudjátok kijátszani a Hello Neighbor-t könnyen, gyorsan, okosan. Szóval, kezdjük is el! Nyomunk egy Entert, és reméljük arra, hogy új játék, vagy aki aki még nem játszott vele, annak csak az lesz a választási lehetősége, hogy új játék. Akkor itt is lesz felvonás egy. Ezeket a cutscenes-eket én most ki fogom skipelni, mert nem annyira fontosak. Szóval, ugye, ugye azt várja tőlünk a játék, hogy fussunk a labda után, és ha elérjük a szomszéd házát, akkor ugye betriggereljük, tehát elindítjuk a második cutscenes-t, tehát elindítjuk magát a játékot. Viszont van erre egy alternatív megoldás, mégpedig az, hogy ide jövünk emögé a ház mögé, és szépen belesétálunk ebbe itt. Hogy ez mi? Fogalmam sincs, de biztos, hogy nem véletlenül hagyták benne a játékban. Tehát ez tudja, hogy valami valami célt szolgál. Ilyen easter egg-szerűség. Na, szóval ezeket most kihagyjuk, nem fontos. Szóval akkor az első dolog, amit kell csinálni, az az, hogy szépen bemegyünk a saját házunkba, és felszedünk egy-két dobozt. Meg ezt a szemüveget. Igazából ez a szemüveg, ez nem kell, viszont Harry Pottert játszhatunk. Ide jövünk. Erre a kis polc-szerűségre, és lerakunk ide két dobozt, egy nagyobbat és egy kisebbet. Meg is vagyunk, és ide ügyesen átugrunk, utána pedig ide. Ha ezzel megvagyunk, akkor betörhetjük az üveget, és bemehetünk. Sok ember itt akad el, itt annyi a lényeg, hogy ezt a festményt leszedjük, valahol elrakjuk, és szépen itt átmegyünk. Utána itt lesz kettő kulcs, egy a kocsi kulcs, és egy pedig ennek a lakatnak a kulcsa, ezt kinyithatjuk, és könnyebb lesz itt az átjutás. Na most a játéknak három módja van, akt 1-ben három mód van arra, hogy kijátsszuk, kettő hivatalos és egy alternatív. Én most az alternatív módot fogom megmutatni, ami a legkönnyebb szerintem, mivel a másik kettő az nem olyan, hogy is mondjam, nem olyan jó, vagyis hogy hosszabb az idő, még kijátsszuk. Hosszabb idő kell ahhoz, hogy kijátsszuk. Na, ezt akartam mondani. És akkor ezt a kocsit kinyitjuk a kulccsal, és megvárjuk, hogy elmenjen a szomszéd. Ilyenkor egyébként nem fog kergetni minket, hogyha nem megyünk át. Szóval felszedjük azt, ami a kocsiban van, egy mágnes lesz benne, és ezzel a mágnessel trükközni fogunk egy kicsikét. De mivel itt van a szomszéd, ezért el kell egy kicsikét kergetnem őt, sajnos. Erre nagyon egyszerű trükk, elhozzuk őt szépen ide, egész a végéig, és utána pedig így kikerüljük, és nem fog minket kergetni. És ilyenkor van egy kis időnk, nem sok, de van, és ez alatt az idő alatt nincsen szomszéd. Szóval feljövünk ide. Már jön egyébként, látom, és szépen megcsináljuk azt, amit az előbb is, azzal a különbséggel, hogy itt a mágnessel kihúzzuk a kulcsot, amit egyébként láthattunk volna a cutscenes-ből, hogy odarakja, de nem fontos. Szóval a mágnessel alapból ilyen fémtárgyakat lehet ide húzni magunkhoz, viszont arra is jó, hogy falon át így át bagoltassuk a itemeket. Úgyhogy annyi a dolgunk, hogy nyomjuk a bal klikket, és egy kicsikét megmozgatjuk. És itt is van a piros kulcs. Ilyen egyszerű. Erre, mint mondtam, egyébként még van kettő különböző megoldás.
Egyébként a mágnes az nem ehhez a megoldáshoz lett kitalálva, az valójában egy olyan megoldáshoz, hogy kint van egy kis ablak ott a hátsó falnál. De meg is mutatom. És ide ki lehet ezzel húzni a mágnessel azt a fém kulcs szerűséget, ami ott van a fészer szerűségben. Hát nem fészer az, de mindegy. És ott lesz egy villáskulcs, és ezzel a villáskulcssal ezt ki lehet nyitni, fel lehet menni a tetőre, és úgy lehet beugrani abba a szobába, ahol van a kulcs. Én ezt a megoldást javaslom mindenkinek, mivel hát kicsit csalás, de nem nevezném annak, mivel a játék nyújtott, tehát a játék nyújtott a lehetőségből csináltuk meg, és nem pedig külső programmal, tehát így sokkal inkább ilyen, hogy mondjam, tehát nem annyira csalás. Na jó van, menj már innen. Na, szóval megvan a piros kulcs. Most annyi a dolgunk, hogy szépen bemenjünk a házba. Kinyitjuk a lakatot, és lesétálunk a pincébe. Itt lesz az akt egynek egy második fele. Itt egy kicsit sietni kell, mert jönni fog a szomszéd, de nem kell félni. Itt felszedünk egy-két dobozt. És itt kijövünk. Jó van, minden? Oké, így pontosan ahogy terveztem. Ezt kinyitjuk. Itt egyébként megy a tévé. Nem mintha bármi mondani valója lenne. Itt végigjövünk, ezt kinyitjuk, felszedjük a széket, ezt itt kiütjük, pont ahogy kell, és lerakunk ide kettő dobozt, meg egy széket. És nagyon ügyesen feljövünk ide, bekapcsoljuk a generátort, és készen is vagyunk az akt egyjel. Egyébként még egy dolog, csak annyi, hogy nem ez a hivatalos megoldás, de nyilván alternatíva. Itt egyébként van egy ilyen akármi, és ezt itt át lehet dobni. Nem mintha bármi értelme van, de... De mégiscsak. Na ezt kinyitjuk. És itt elkezd minket üldözni a szomszéd. Nem kell félni, szépen megyünk. És ha elértük a végét, akkor itt lesz egy lezárt ajtó, ahova nem tudunk menni, úgyhogy elkezdhetünk visszafelé futni, mert így is úgy is el kell kapnia minket a szomszédnak. Még gyorsan annyi érdekesség, annyi érdekességet el akarok mondani, hogy a mobil verzióban a játék, tehát a játék mobil verziójában ott nagyobbat tudunk ugrani valahogy, és képesek vagyunk felugrani a ajtónak a tetejére, és ha kisétálunk onnan, akkor képesek vagyunk lezuhanni a semmibe, és csak zuhanni folyamatosan, és így örökké. És ha újraindítjuk a játékot, akkor nem tölt be rendesen valamiért, úgyhogy olyankor újra kell kezdeni az egész aktot. Kis érdekesség. Jó, itt igazából annyi, hogy kinyitjuk az ajtót, vagyis hogy nem mi fogjuk kinyitni az ajtót, hanem egy kis gyerek, egy karton figura, aki nagy valószínűsége a szomszéd a gyereke. Megint egy kis érdekesség, ez az egyetlen dolog, amit fel lehet szedni ezen a helyen, és képesek vagyunk ide letenni. Sajnos PC verzióban nem tudunk akkorát ugrani, de valahogy, mint mondtam, a mobil verzióban tudtunk kétszer akkorát ugrani, és képesek voltunk oda átmenni, semmiféle exploit meg ilyen nélkül. Itt egyébként vissza lehet menni, és megnézhetjük, hogy honnan jött a gyerek. Na, mi van? Na, miért nem bírunk átmenni? Mi van? Ember. Jó, ez érdekes, itt temeteg át lehetne menni.
Na mindegy. Ezt most nem fogom megmutatni akkor viszont. Habár... videóért mindent. Na jó, nem tudok átmenni. Ez kész ruhaj. Így még soha nem jártam. Egyébként semmi extra nincsen ott. Csak egy full üres hely. Na mindegy, akkor ezt most nem mutatom meg. És itt is át lehet egyébként menni a szellőzőrács lerakásával a mobil verzióban. És ott pedig egy ilyen érdekes suttogó hangot lehet hallani. Az a hang, amit sok minigame-ben lehet hallani. Ezen a játékon belül. Na, Act 2 nagyjából ugyanaz a felállás, de hát itt kicsikét azért másabb. Szóval az első dolog az az, hogy itt kinyitjuk ezt a szelepet. Azt betörjük ezt az ablakot. Futunk, hogy ne vegyen észre. Kinyitjuk ezt a csapot is. Oké. Okay. Ezt így terveztem. Szóval, hogyha kinyitottuk azt a csapot, amit az előbb mutattam. Akkor ide be tudunk jönni a konyhába. És felszedjük ezt a villáskulcsot. Ami valamiért a hűtőben van. Nem tudni miért. És kinyitjuk ezt a helyet. Ha ezzel megvagyunk, akkor a villáskulcs már többet nem is fog kelleni. Úgyhogy annyi a dolgunk, hogy ide kijövünk, és ezt a csapot elfordítjuk. Ha ez megvan, ez itt le fogja dobni a tekerőt. Szóval ide feljövünk. És ezt ide lerakjuk. Erre felugrunk. És ide feljövünk. Nem esünk le. Ezt rárakjuk, elfordítjuk. És leeresztjük a fenti medencéből a vizet. És ha leeresztettük a fenti medencéből a vizet, akkor egyszerűen fel lehet jönni. És fel lehet szedni az ásót. Még mindig megy ez az üldöző zene. Nagyon idegesítő. Szóval megvan az ásó, és ez a lényeg. Most már meg tudjuk azt csinálni, hogy ide kiugrunk. Jó, nem ezt akartam, hanem azt, hogy én ide kiugrok. És szépen legurulok. És ha elmúlna végre ez a zene. Komolyan mondom, ez már idegesítő. Na végre. Szóval fogjuk az ásót. Ide jövünk ehhez a ásáshoz, ehhez a föld kupachoz, és kiássuk. Kiszedjük a koporsót. Menj ezen szépen el, köszönöm szépen. Mert most már idegesítesz. Szóval fogjuk, ami a koporsóban van, ami egyébként egy kis kulcs. Na, ide figyelj, te nyomorult, én úgy ütlek téged. Hát ezt nem hiszem el. Na végre. Szóval fogjuk azt, ami itt van a koporsóban. Kiszedjük a kulcsot. Feljövünk. Jó, ide rakott egy vizes vödröt. Szuper. Na mindegy. Szóval feljövünk.
És itt lemegyünk. Érdekes, hogy nem mozog a lábunk. Ilyen erős emberek vagyunk. Szóval kinyitjuk a kis babaházat. Ez már nem fog kelleni. És kinyitjuk ezt az ajtót. Ezt is, hogyha akarjuk, de igazából tök mindegy. Egyébként ezek az ajtók kezelik a ajtókat, azt a két ajtót ebben a házban. Tehát ez az ajtó, ez ugyanaz a szobához vezet, mint ez. És ezt bezárom, akkor ez bezárul, és nem tudom kinyitni. És ezért fontos, hogy kinyissuk ezt, ugyanis így tudunk lemenni csak a WC-be. Szépen nyitok egy shortcutot. Bejövök a fürdőszobába, és ezt felszedem. Utána feljövünk. Ezt ide rakjuk. Ráültetjük a WC-re. Visszajövünk a fürdőszobába, és felszedjük a pajszert. És ez mind az... Ez mind, amit kell csinálni. Most már csak annyi a dolgunk, hogy ezeket a szögeket kihúzogatjuk. Mint mondtam, több endingje is van az aktnak, de szerintem ez a legkönnyebb. Na mi van? Úgyhogy ezt választom. Van egy másik ending, ahol ezen az ajtón, amit ő most kinyitott, hogy kisétálunk a fő bejáraton, vagy pedig kiugrunk a trambulinon, ami a háznak a jobb első sarkánál található. Ja, és most jut eszembe, elfelejtettem mondani, hogy a beállításoknál nekem be van ez kapcsolva a szomszédnál a baráti üzemmód. Ez annyit az, hogy nem fog tudni lerakni kamerákat, meg csapdákat. És ez egy ilyen megkönnyítő játékot, ez az easy mód. Ki lehetne a játékot játszani hard módban is, de most a videó miatt ezt az easy módot bekapcsoltam, hogy ez az egész így... hogy mondjam, gyorsabb legyen. Szóval, a mobil verzióban itt volt egy távcső. Hogy ez hova tűnt a PC-ből, nem tudom. Viszont a lényeg az az, hogy oda kinézünk. Nem tudom mennyire látszik, de egy icipicike fekete pötty ott van. Na az a szomszéd, ott ül azon a házon. És ez nagyon-nagyon rosszul látszik. Jó, van. Na, azért. Szóval nagyon rosszul látszódik. Viszont azzal a távcsővel lehetett látni valamilyen szinten. Egyébként az, hogy hol vagyunk, azt nem tudja senki, mivel eléggé magasan vagyunk, úgyhogy akárhol is lehetünk. De igen érdekes a házak kivitelezése. És hogy építették meg. Itt van egy rádió, ami valami fel van borulva. És ezt lehet hallgatni. És ha esetleg nem tetszik az adás, akkor meg lehet ezt csinálni. Ez szerintem nagyon vicci. És annyi a lényeg, hogy itt fel tudjuk szedni a levelet. De... Én még maradnék itt egy icipicikét. Bár ki kell játszani a játékot. Na mindegy. Visszaállt régi ház. A kis picike félszobás ház. Jó volt veled lenni. De sajnos kilakoltatási végzést kaptunk. Azt, hogy mi van a papíron, ezt senki sem tudja. Mert össze vannak keverve a betűk. Hát, hogyha valaki ezt lebírja nekem fordítani, akkor
írja már meg a kommentben, hogy mégis mit jelentene az az összekutyult betűk összessége. Viszlátház. Na de mindegy. Szóval, jó, nem kérünk semmiféle cutscenes-t. Na. Ez a régi hely, ahol régen voltunk. Viszont egy kicsikét azért másabb lett. Nem tudom, hogy mennyi ideje nem voltunk itt. Talán egy... Hát, nem tudom, 20 éve? Biztos. 20 éve biztos. Itt igazából semmi érdekesség nincs. Esetleg annyi, hogyha ide bejövünk. Ez itt a szomszéd régi háza. Hát annyit látjátok, eléggé szar állapotban van. Nem tudom, mi történt vele. Leégett. Az egy jó magyarázat lenne a kinézetre. Szóval ide jövünk, akkor megjelenik fel... Megjelenik a fekete alak. És... Hát, ha nem is árt, de ettől függetlenül kicsikét ijesztő. De... Ha minden igaz, akkor elméletileg... ez a fekete Chavez... Ez csak a képzeletünk. A összes... stressz meg minden, ami... régen kaptunk. A játék szerint ugye... 20 éve kb. Az így összegyűlt, így a helyhez. Amúgy itt nem lehet valami bemenni, úgyhogy az ablakon kell menni, mint ahogy egy jó szomszéd szokta csinálni. Viszont ami szomorú, hogy itt igazából semmi az égvilágon nincs, tehát semmi érdekes nincsen itt. Se egy cipő, se semmi. Ja, és igen, ugye vannak néha ilyen ilyen minigame-szerűségek, amiket kapunk, hogyha elkap minket a szomszéd, és néha megjelenik, vagy néha megkapjuk őket. Viszont most nem kapattam el magamat a szomszéddal. Na mindegy. Szóval kinyitjuk a csomagtartót, és elővesszük a kulcsot. Kinyitjuk a house-ot, és mielőtt felvennénk a telefont, ezt nézzünk már azért körül egy kicsikét. Mi történt mégis a házzal? Hát, nincs valami túl jó állapotban, de... Na mindegy. Szóval kapunk egy... cutscenes-t. Megint. Jó, nem érdekel. És az, azt akarja a játék, hogy felvegyük a telefont. De nem ezt fogjuk tenni, hanem... Egy picit körülnézünk, hogy mégis mi történt. Szóval elhagytuk a helyet, és azóta eléggé... eléggé darabos lett a szegény ház. Viszont, ami egy érdekesség, hogyha itt feljövünk... Ide... Mondom, ide feljövünk a lépcsőhöz. Akkor ide fent sok érdekesség nem lesz, ugyanaz a régi gagyi szoba. Viszont itt lesz valami érdekes. Mi azt fogja nekünk írni, hogy Unreal Engine Text Render Error. És mi benne a vicces? Hogy ilyen nem is nagyon létezik. Legalábbis abban biztos vagyok, hogy ha valóban így lenne, akkor nem egy ilyen kódot kapnánk, hogy 2.7.15. Fogalmam sincs, hogy ez mit jelent. A Hello Neighbor egyébként egy olyan játék, aminek nagyon-nagyon nagy háttértörténete van. Rejtélyes egy játék. Mi az, hogy 2.7.15? Meg ez a QR kód. Ezt a QR kódot egyszer beolvastam, és sok információt nem tudtam meg belőle. Ha akarjátok, olvassátok be ti is. Szóval... Még az izzót is elvitték a lámpából. Na mindegy. Felvesszük a telefont. Nem érdekel minket ez se. És elérkeztünk
az Act 3-hoz. Na ez egy nagyon-nagyon-nagyon hosszú pálya. Ez kitesz legalább annyit, mint az Act 1 és az Act 2 egybevéve. Úgyhogy mit kell csinálni? Nagyon egyszerű. Legalábbis egyszerűnek egyszerű, de ettől függetlenül a játék elég hosszú. Szóval, fogunk először is egy dobozt, vagy kettőt, meg egy almát. Minden, ami biztos, legyünk egészségesek. Nézzétek, nekem betöri a ablakot. Szóval, mivel este van, ezért minket elég szarul lát a szomszéd, ami jó. Úgyhogy annyi a dolgunk, hogy ide lerakunk egy dobozt, meg még egyet. Ide feljövünk, és ezt a kart meghúzzuk. Sokan dobálják a kart, de valahogy én képes vagyok meghúzni. Nem tudom, hogy ennek szabadna megtörténnie, vagy sem. De mindegy. Megkönnyíti a játékot, az biztos. Szóval egy-két ember betöri ezt az ablakot, de az nem jó, mert idővel a szomszéd befalazza, és azt mi nem akarjuk. Meg különben is ott van a szomszéd. Nem, gyakorlatilag vak. És nem éri meg. Úgyhogy nyugodtan ide. Feljöhetünk, besétálhatunk, a bejárati ajtón, meg feljövünk. És ezt itt kinyitjuk. És eléggé sötét van, viszont azért éppenséggel lehet látni valamicskét. És most annyi a dolgunk, hogy szépen itt kisétálunk. És egy ügyesen odaugrunk. Aztán itt lejövünk. Ezt kinyitjuk. És ezt a gombot megnyomjuk. Ezzel megvagyunk, elindítjuk a vonatot. Ami eléggé komoly, az biztos. Lejövünk. És megint felmegyünk. Viszont most egy kicsikét máshogy. Szóval kinyitjuk az ajtót. Jaj, meglátott. Egyébként nézzétek, meg hát 2 méter után nem is lát minket, hát mondom, hogy vak. Gyere már, mert be akarok menni. Vak vagy, most komolyan mondom, úgy leütlek téged. Most ide feljövünk. Ráugrunk erre a lámpára. És ide átjövünk. Ezek után ezt a képet átkapcsoljuk. Ami kinyitja azt a festményt. Ezt kinyithatjuk. Viszont akkor képes átmenni a szomszéd, ami nem olyan jó. Itt meg lesz egy-két totál fölösleges dolog. Például itt ez az ajtó. Levezet a sehova. De azt majd csak később. Szóval ide feljövünk. És lesz egy nem puska hely. A lényeg az, hogy itt nem szabad puskát hozni. Nem szabad behozni puskát. Nagyon komoly. Viszont itt van egy ilyen úgymond minigame, amiben azt kell csinálni, ilyen baseball labdákat. Baseball labdákat, úristen, hülye vagyok, kosárlabdákat. Oda kell nyomogatni. És ha ügyesek vagyunk, akkor ez ki fog nyílni. Viszont van erre megint egy alternatív megoldás, hogy felszedjük a tárcsát, és addig csesztetjük, még végül bele nem megy a
lyukba, és kinyitotta nekünk ezt, ahol megszereztük a piros kulcsot. Na most ide lejöhetünk, és felszedhetjük az esernyőt, ami rendkívül fontos lesz nekünk. Itt lesznek ilyen lámpák, amik mindig váltogat, vagy villognak. Tehát ezt egy bizonyos dolog folyásolja be. De visszarakom a golyót, hogy a hivatalos utat mutassam meg, mivel nem mindig jön össze az a szerencse, hogy mind a három világítson. Úgyhogy megmutatom majd, hogy hogy kell ezt megcsinálni. Szóval, végre van nekünk egy esernyünk, úgyhogy most már gyakorlatilag halhatatlanak vagyunk. És felszedhetjük a mágnest. Ha megvan a mágnes, akkor ide átjöhetünk. Világítsa. És ha ide átjöttünk, ezt a festményt leütjük, és felszedhetjük a kulcsot. Most vissza kell mennünk, de csak ügyesen. Na igen, ez nem mindig sikerül, de nem baj. Szóval nagyon gyorsan kéne nekem egy zseblámpa. Szerencse, hogy itt szokott lenni jó pár darab. Szóval valamit ki kell dobnom. Oké, okay, kénytelen vagyok lerakni ide a... Oké. Okay. Szóval kénytelen vagyok ide lerakni a mágnesem. Felszedjem a lámpát. Szóval felmegyünk az emeletre, és most ide lerakhatjuk a kulcsokat, mivel ezek a kulcsok majd csak később fognak kelleni. Az igen. Hogy egymásra raktam már őket? Hát ilyen mester, mint én. Na, hogyha megvagyunk, akkor el kell menni az éjszakai szobához. Ami mutatom, hogy hol van. Ittni. Ezt kinyitjuk. És itt lesz... Ez. És itt lesz az éjszakai szoba. Annyi lesz itt a dolog. Itt lesz egy gramofon egyébként, amit célszerű felszedni. Mindjárt megmondom, hogy miért. Mégpedig azért, hogy... megnövesszük a növényeket, erről majd kicsit később beszélek. Szóval ezt ide lerakjuk. És megcsináltuk a játékot, legalábbis az esti részét, mivel a játék azt várja el, hogy több napszakban végezzük el. Szóval megvagyunk. Felszedtük a gramofont. Igazából a gramofon csak azért kell, hogy megszerezzük a labdát. De majd elmondom, hogy mire lesz jó, viszont az majd csak a videó vége fele. Szóval a gramofon itt van, ez még jó lesz nekünk. Na de ami viszont nekünk fog kelleni, az az, hogy ide bejussunk. A baj az, hogy ott van hozzá a villáskulcs, és ez egy fontos dolog, hogy oda be tudjunk jutni, ugyanis csak onnan tudjuk elvégezni azt a dolgot, ami nekünk kulcsfontosságú lesz. Szóval lejövünk oda, ahol leraktuk a mágnest. Elméletileg, nem vagyok ebben biztos, de elméletileg a mágnessel képesek vagyunk kivonzani.
Legalábbis nagyon remélem. Jajjaj. Ezek felfele meg lát engem. Na mindegy. Szóval feljövünk. És megpróbálom ezt kiszedni. Nem biztos, hogy sikerül. Sikerült. Szuper. Ezt így kinyitjuk. És fel is mehetünk. Szuper. Nagyon-nagyon kétszázikusak vagyunk. Na és itt trükközni kell egy kicsiket, ugyanis itt kell ugrálni a paradicsomon. Amit hát senki sem szeret paradicsomokon ugrálni. Nem is tudom, hogy ez hogy kéne. Valahogy megoldjuk. Na megoldottuk. Végül. Szóval ide kell jönni. És itt lesz egy ilyen mechanika, amiben bele kell dobni valamit, tök mindegy mit, akár egy banánhéjat, akár egy szemetes ledet, tök mindegy, hogy mit, valamit bele kell dobni. Na, ha ezzel megvagyunk, akkor le is mehetünk, ugyanis innen már nincs több dolgunk. Ja, és egyébként itt van egy titkos szoba, aki nem tudná, ez egy titkos szoba, egy csomó mindennel. Dobozza meg egy nem működő tévével, és ott van egyébként leghátul a családi fotó, amit soha nem láttunk. Sajnos. De mindegy is. Szóval innen már le is mehetünk, ugyanis ez már megvan. Ez a, hát úgymond task. Második task. Le kell ereszteni a vizet. Úgyhogy felmegyünk. Szépen. Csak kicsit sötét van. De annál jobb, mert nem lát minket a szomszéd. Nem a... Elment a vonat. Nem mindegy. Akkor viszont máshogy kell megoldani. Sétálva kell mennünk. Na szóval, le kell ereszteni a vizet, ami itt van. Ha ezzel megvagyunk, akkor ez leereszti a vizet, és mehetünk a nappali szobába. Tudomásom szerint a szelep nyitó cucc, ami rajta volt ezen, nem kell később, de ha bárkinek kell, ott lesz a földön. Tényleg van egy kis easter egg a Video Game News-ról, hogy ő is játszott a játékkal. Nagyon menő. Úgyhogy innen már igazából meg is halhatunk, vagy más módon elkaphat minket a szomszéd, de a legegyszerűbb mód az a megmurdálódás. Úgyhogy szépen megyünk és megpróbálunk leesni valami nagy helyről. Úgyhogy akkor le is ugorhatunk. És most lesz hajnal. Viszont nekünk ez még nem jó, úgyhogy még egyszer ezt meg kell csinálni, hogy ő dél legyen. És délnek kell lennie. Na most van dél, vagy... Nem kapsz el, nem kapsz el. Na, szóval. Nem kapsz. Na, szia. Hogy elkezdi, hogy úristen, valaki bement a házamba. Na de mindegy.
ez nem a mi bajunk. Szóval, utazni fogunk. Akkor nem utazunk. Majd futunk a vonat után, egyébként amúgy sem arra megy, amerre nekünk kell. Ugyanis nekünk ide kell jönnünk. Itt lesz a nappali szoba. Mellette pedig az éjszakai szoba. Úgyhogy ezt be is lehet zárni. És ilyenkor beszoptuk, ugyanis hogyha nem dél van, akkor ezt többet ki nem nyitjuk, csak akkor, hogyha rámegyünk arra, hogy újrakezdés. De most ezt nem fogjuk megtenni, úgyhogy ezt kinyitjuk. És ezt felszedjük. Ezt kinyitjuk. Ezt is. És amúgy meg ez víz alatt van alapból, de most leeresztettük nemrég a vizet, úgyhogy minden jó. Itt lesz egy kilapított medve. És egy gitár, ami egyébként működik. Egy basszus gitár. Valószínűleg basszus gitár. Na de. Itt össze kell hozni a helyet, úgyhogy ide rakjuk a gitárt. Nem kell, hogy szép legyen, csak hogy nagyjából megvan. Ezt ide lerakjuk. Párnát de sarokba. Úgy. És kell menni nekünk egy baseball sapka. Hol van a baseball sapka? Ó, tonk. Szóval kell nekünk a baseball sapka, ami azt hiszem erre áll. És még kell nekünk egy zseblámpa. Ami, hogy már innen, amit innen tudunk szerezni. Vagy ami volt nálunk, de most ezt fogjuk használni, úgyhogy ezt ide rakjuk. Oké, ez szégyen volt. Úgyhogy mondom, azt oda rakjuk. Még mindig nem jó. Mondom, oda. Hát fejjen áll, csak az a baj, nem a jó irányba. Na jó, na jó, na jó, na jó, menj onnan. Oda menjél. Szuper, pont ahogy terveztem. Na, úgy. Egy-két érdekesség ezzel a szobával kapcsolatban, hogy itt van egy ilyen, ez egy ilyen cél, viszont nincsen, várjunk, valami nem oké. Ez a mobil verzióban olyan volt, hogy leraktuk a földre és ez áthullott rajta, tehát ez valószínűleg ennek nem így kéne működnie. Mindegy, ez áthullott a mobil verzióban a földre. Nagyon-nagyon sok hiányossága volt a mobil verziónak. Na mindegy. Itt egyébként tudunk dárcozni. Pontosan. És bejelölhetjük Magyarországot a térképen. Nagyjából ott. Hát, rohadtul nem mond. Most nézem egyébként, hogy szerintem a térkép csal. Kit érdekel. Szóval, hogyha készen vagyunk a szoba létrehozásával, akkor ott ki fog nyílni nekünk egy ajtó a hűtőhöz. A generátorhoz. Aggregátorhoz. És még egy érdekesség, hogy itt van két szem. Ha nem is két szem, de kettő világító valami, ami nem tudom, hogy mi. Érdekes és pislog is, úgyhogy ez biztos, hogy valami. De hogy mi? Hát, nem tudom. Valami furcsaság. Na de. Itt megpróbálunk úgy kimenni, hogy ne az ablakon automatikusan ki akarjon ugrani, hanem megpróbálunk az ablakra ráugrani, ígyni. És itt megpróbálunk kiugrani ide. Pont így. És ezt kikapcsoljuk. Ha kikapcsoltuk, akkor ki fog olvadni a hűtő. Mindjárt meg is mutatom, hogy mire gondoltam.
rá tudunk segíteni az olvadásra egyébként, hogyha kanna milyen teáskannával kicsit meggőzöljük. Szóval itt van a kártya, elkezd olvadni. Képesek vagyunk vizet rakni bele. Aztán pedig befűteni. És rásegíteni az olvadásra. De egyébként saját magától is olvad. Hát egyébként érdekes, hogy a hűtőnek a hangja ugyanúgy megy. Tehát a hűtő megy, csak nem dolgozik. Érdekes. Oké, lejárt az időnk. A második dolog, és hogy már nem a második, de a következő task, ez az, hogy elmenjünk megszerezzük a crowbart, vagyis hogy a pajszert, amit pedig úgy tudjuk, ezt úgy tudjuk megtenni, hogyha ide jövünk, így, és ezt szépen elvesszük, betörjük vele az üveget, szépen kiküldjük, és ott lesz a crowbar. Viszont ezt egy másik helyről kell elérni, mégpedig a no puska helyről, most már emlékszem, úgyhogy megpróbálunk oda bemenni, ide, ide, így. És itt feljövünk egészen a no puska helyig. Ezzel megvagyunk. Hol az anyád vagy? Nagyon közelről hallottam a hangját. Na mindegy. Szóval, itt lesz a crowbar. Viszont eléggé forró. De ezt nagyon könnyen meg tudjuk oldani. Úgyhogy megfogjuk, és lehűtjük. Nem is akárhogy, hanem víz alá rakjuk, és ha ezzel megvagyunk, akkor szépen le fog hűlni. Most már meg tudjuk fogni. Még mindig nem jó. A hülye szépen azért. Sok-sok értelmes, értelmetlen kép. Esküszöm, még itt látok valamit. Tán a ház. Igen, ilyen megtörténhet. Képes ilyenre a szomszéd, hogy a szívbajt hozza ránk, és mindig azon a ponton. Utálatos, tudom. Na mindegy. Hát, ha már kiolvadt a kártya. Remélem, már kiolvadt a kártya. Szerintem már kiolvadt. Jaja, ki van olvadva. És ez már, vagyis ez még fog kelleni. De a mágnes már nem. Úgyhogy mehetünk fel. És már hallom, hogy üldöz, pedig nincs is sehol. A kártyát csak azért viszem fel, hogy egy helyen legyenek a cuccok. Szóval kártya és a pajszer. Ezek fognak kelleni a kiutáshoz. Aztán lesz itt egy piros és egy kék kulcs, ha minden igaz. Valamelyik nyitja azt a helyet, ami itt van. És ez egy piros kulcsos hely. Úgyhogy szépen kinyitjuk, és itt kell csinálni egy kis parkört. Lássuk azt a minigame-et. Oké.
Oké, semmi gond. Eddig egy kis laza Parker. Ezt leütjük. Itt átugrunk. Itt menjünk a kenyérpirítóba. És elfelejtettünk hozni valamit, amivel le tudjuk ezt ütni. De semmi gond, ugyanis ott van nekünk a bögrék. Ebbe elvihetünk egy-kettőt. Szépen itt átugrunk. Felmegyünk. És megyünk a kenyérpirítóba. Újra. És megpróbáljuk ezt leütni. Oké. Most visszamehetünk a kenyérpirítóba megint. Puff. Meg is vagyunk. Most pedig felmegyünk. És viszünk egy-két tárcot. Oké, akkor látszik a papírrepülővel kell menni. To be done the seed. Akármit is jelentsen ez. És ide kellenek majd a darcok. Még jó, hogy hoztam egy-kettőt. Az a baj, nem sokat, de hoztam. Na, gyerünk. Rakjuk. Megpróbálunk rá felmenni. Szépen ide felmenjünk. Itt lesz egy lámpa. Egy izzó. És felkapcsoljuk a villanyt. Szuper! Elfelejtettem, hogy a repülőket nem szabad. És nem szabad azokat ott hagyni. Na mindegy. Megvagyunk a minigame-mel. Szuper! Egyébként ha újra ide bejövünk, semmi nem lesz most már itt. De most már csak egy teljesen átlagos szoba. Na! Ez a kulcs már nekünk nem is fog kellni. Úgyhogy ezt el is dobhatjuk. Második hely. Ahhoz nem biztos, hogy kell ez a kulcs. Ugye minden különböző játékoknál különböző kulcsokat adnak meg arra a helyre. Tehát lehet például az, hogy ahol én mondjuk a pirosat szereztem, nem ott például ti a kéket fogjátok. De általában azért hasonlók. Szóval nekünk most nem fog kelleni most már a piros kulcs. Jöhet most akkor a zöld kulcs. Amit úgy lehet megszerezni, hogy szépen bemegyünk a házba. Nézzétek, most meg innen megy fel. Na jó, így. Soha nem lesz a vége. Hogy rám ugrott már? Gyere.
Elég jó, hogy hülye a szomszéd és nem lát minket. Szóval. Feljövünk. Ide. És... itt elkezdjük ezeket a dobozokat kiszedegetni. Célszerű a többi cuccot lerakni, hogy ne zavarjon minket a rakodásban addig, és több cuccot tudunk felvenni. Nagyon utálom az Unreal Engine 4-et. Komolyan nem bírod rárakni? Oké, nincsen gond. Megpróbálunk ide feljönni. Pedig úgy, hogy határozott mozdulattal ugrunk és fent is vagyunk. Na. Itt lesz egyébként egy mágnes, ami már nem forog. Itt lesz a zöld kulcs. Ki tudunk jönni. És szépen kijövünk. És a zöld kulcs az lentre fog kelleni, úgyhogy utazhatunk egy kicsikét. Csak az a baj, hogy elrontottam, ugyanis fent hagytam a cuccamat, ami még fog kelleni. Úgyhogy majd azért vissza kéne menni. Egy esernyő. És meg is vagyunk. A második minigame. Az pedig ide lent lesz a... hátsó helyen. A tonkot magunkkal visszük, hogyha jönne a szomszéd, bele tudjunk egyet lőni pufájába. De mindegy is. Az ajtót, és meg is vagyunk. Na, én ezt a minigémet rohadtul utálom. Igen, azért most már értitek miért. Nagyon idegesítő. És én nagyon utálom ezt a játékot. Ne kapjál már el, rohadj meg. Jó, ne kapjál el, te köcsög. Menj már innen, nem is kaptál el. Én nagyon utálom ezt a játékot, emberek. Ezt a minigémet. Pedig ez kihagyhatatlan. Ez nagyon fontos. Viszontlátásra. Várni kell. Menjél ma bőn! Ez biztos el lehet itt baszni egy-két órát ezzel a játékkal. Nem is kaptál el, te köcsög. Menj már be! Nem.
Haladjunk, köcsögök. Inkább mégsem. Ezt a gyereket biztos nagyon utálták az iskolában, hogy... Gyerünk! Oké. Sikerült nagyjából. Nagyjából sikerült. Már csak kevés van hátra. Magas egy szék. Na jó, viszontlátásra. Mi van? Mi van? A próba baba. Igazgató új? Szaktanári. Viszontlátásra igazgató úr. És még át is menjünk rajta. Na végre. Nagyon utálom ezt a részt. Meg kell szerezni még egyet. Viszont az már nem lesz ennyire nehéz, talán az lesz a legkönnyebb. Azt én nagyon imádom, mivel tényleg az a legkönnyebb. Az összes ilyen minigame közül, annyi a lényeg, hogy szép lejövünk. És ezt valamivel betörjük. Fogunk valami eszközt, és ezt leütjük. Bum. És igen, ez szokott történni. Ilyen esetben. Utálatos, tudom. Utálom az Unreal Engine-t. Nézzétek, eltalálja, de... nem üti be. Na gyerünk. Na. Menjünk. Ez egyébként az talán a legkönnyebb az összes közül. Mert itt anyadunk, hogy legugolunk. Az kész. Bizonyos dolgokat kell venni. Egy jó kis teszkós bevásárlást kell csinálni. Ukszik. Fogynak a termékek. Itt egy-két dolog kell, például egy ilyen... imádom az ilyet. Szóval kell egy uborka, egy ilyen juice, kell nekünk még majd ilyen jam, ilyen ez a, nem tudom mi ez, valami szilva lekvár. Nem szilva lekvár, az inkább ilyen eperkrém, vagy lekvár. Szóval nekünk kelleni egy kis chips. Menj előlem. Egyébként azokat a dolgokat kell megvenni, amik náluk is vannak. Menj már innen el. Nem igaz, a Tesco-ban is így vásárolnak a népek, hogy itt tódulnak egymásba. Kell nekünk még egy narancslé. Az ott mi fent. Jó, tök mindegy. És kelleni fog még nekünk egy kis chips féleség. Maradsz. Maradjál már! Készül, hogy mindenki rád megy a Tesco-val. Hol van a kosarunk? Hol van a szekerünk?
Ember, hova tűnt a szekér? Visszatolták. Akik is nyomorultak. Jaj, oké. Azt hiszem minden megvan. Tehát még esetleg egy valami, ami hiányzik, de szerintem semmi több. Szuper, meg is vagyunk, most már tolhatjuk a szem... Nekem azt nem mondjad, hogy nem bírok visszamenni. Rohadj meg! Most már versenyzünk a Tesco-ban. Jó napot! Vettem egy-két dolgot. Mit nem vettem, rohadj meg! Ez szopja ki! Ez a Tesco, ez egy kész röhely. Menjetek már innen, menjetek már innen! Menjünk már, jussunk már ki innen, mert mindjárt bezár a Tesco. Na végre. A nagyobb ellopja a kicsitől. Na ez így működik. Na gyertek, ti nyomorultak. Úgyse tudtok. Ha. Na végre. És azok ott kocsik? Mik azok ott kocsik? Hm. Aj, na végre. És ezután, hogyha végeztünk a minigame-mel, jaj, jön a szomszéd. Gyakorlatilag ki is vittük a játékot, viszont még hátra van az Act 4, úgyhogy itt van nekünk a crowbar, és ez itt a kártya. Úgyhogy felvesszük ezt a kettőt, és igazából mehetünk is a játék végéhez, vagyis hogy az Act 4-hez, ami a játék vége. Úgyhogy szépen ide leúg. Ez itt addig megváltozott. Generátor. Érdekes. Szóval, lejövünk. Mondom, lejövünk. Innen. Jaj, itt lesz a szomszéd. Ez a nyomorult bejött. Nem örülök ennek. Habár van rajtunk ilyen szomszéd ledobó cucc. Oké. Okay. Jó, nincs gond. Jó. Szóval, ó, a tonk még mindig itt van. Azt magunkkal veszük. Felszedjük a... Jó, oké. Okay. Szóval én azt mondom, hogy inkább csináljuk azt, hogy vigyük el a szomszédot valahova messzire. Igazából nem kell mitől most félnünk, belegondolunk, mert rajtunk van az a szomszéd ledobó cucc, hogy le tudjuk dobni a szomszédot magunkról, úgyhogy ezeket szépen kiszedegetjük. Mitől féljek? Mitől féljek? Gyere, gyere! Hát is éppen elmész, köszönjük. Még ezeket is kiszedegetjük, csavarokat, meg is vagyunk. Szupi. Várjunk, hát ezt elfelejtettem, hogy meg lehet azt csinálni, hogy szépen elhozzuk a szomszédot, mint amit Act 1-ben csináltunk. Ide kihozzuk, inni. Az cső. Micsoda? Jó, ne szemeteljünk. Még jó, hogy senki nem tartja be. Na. Úgyhogy itt lesz nálunk a kártya. Ezt kinyitjuk. Tonkot magunkkal visszük. És... Jaj, na. Nyílj ki.
Nem. Jó, gyere. Köcső. Nem igaz? Na, végre. Szuper. Na, menjünk. Na, ez itt már icipicikét másabb lesz, mint az Akt 1-ben, de azért hasonló, szóval. Igen, azért itt folyik a víz. A kazán dolgozik. És a mosógép már egy kicsikét el van ferdülve, de nincs ezzel gond. Egyébként a hely nagyjából ugyanaz, hát kicsikét másabb. Mint az a baj, én vak vagyok, úgyhogy nem látok semmit. Szuper. És fog nekünk kelleni. Kusosz a tévé. A tévé majd világít, úgyhogy az nekünk nagyon hasznos. Ezek be vannak ugye zárva. Szikrázik a kábel. És itt van nálunk a szívbajt ránk hozó Mrs. szörny. És ilyen glitchelő hangja van, úgyhogy azt kell ilyenkor csinálni, azt hiszem, hogy bekapcsoljuk a tévét, hogy ne ijedjünk meg. És speedbe futunk. Oké. És legugolunk, hogy bagoljon a kép. És ilyenkor ez a szar nem tud minket látni. Jó van, Fari. És így a végén ez így eltűnik. És innen már igazából semmitől nem kell félni. Úgyhogy szépen megyünk. És ez fog még kelleni. Ég a tűz, de jó, már fázok, hideg itt a pince. Na, ezt itt szépen kiütjük, most egy másik megoldással. És ugye azt se lehet kinyitni, úgyhogy ide kell átjönni nekünk. Ugye az lesz, hogy ide lerakjuk ezt a tövöt, rá a szeket. És szépen double jump-al átugrunk. És ez mind. Meg lehet csinálni ezt egyébként úgy, hogy nem szerezzük meg a double jump-ot, tehát a parkört. Oké. Ugye a háttérzaj. Mégpedig úgy, hogy téglákkal addig szerencsétlenkedünk, még jó nem lesz. De ez nem egy annyira jó megoldás, úgyhogy a double jump az jobb. Úgyhogy szépen megyünk. Jó van, nekünk ez is megvan, úgyhogy le tudjuk dobni a szomszédot magunkról. A tévé megy a háttérbe. Egyébként a szomszéd nem tudja kinyitni az ajtót. Oké. Ütögetheted, de sokra nem mész vele. Szépen megyünk. Pont mint múltkor, csak most ez. Hümm. Mi volt ez a hang? Mi van most már? Légkürtökkel is szórakoznak? És ott lesz a szoba, ami egyébként be van töltve, viszont most fogja teljesen betölteni. Ja, várjunk. Így fogja betölteni. Oké, valahogy ez a szövegnek a vége lemaradt. Hát jó a kép, felbontás vagy mi? Pedig azt kellett volna kiírni, hogy felvonás finálé, de na jó. Most ez lesz a különlegességünk. Ja igen, ott jön a nagy somsed. Jó van, fiam. Ez lett belőled? Jó, man. Most akkor nézel is, vagy csinálsz valamit? Ó, úgy látszik ideges a szomszéd. Hé, mit csinálsz te? Tökre teszed a házad. Jó van, oké, gratulálok, ezt is tönkre tetted. De először kosarazzunk. Zsákoljunk.
Ez az! Na! Most, hogy zsákoltunk egy kosárlabdát, így kezdhetjük a felvonás finálét. Szóval, először ide kell jönni. Szerencsé, hogy megvan a double jumpunk. Annyi érdekesség, hogyha esetleg úgy sikerül idáig eljutni, hogy nincsen meg a double jump, akkor itt viszont megkapjuk. Tehát ez egész jó. Azt hiszem itt van egy-két doboz, de hát nem tudom, hogy mennyi szükséges. Az minden esetre elviszünk egy-kettőt. Ezt beindítjuk, elindítja a mozdonyt, ami hát jó gyorsan neki megy a falnak, és szépen összedúrja a házat. Eléggé veszélyes egy pálya. Még jó, hogy nem a való életben vagyunk. Szóval itt lesz egy kis parkör. Ezt először is oda kell dobni. Ez nem könnyű, úgyhogy úgy kell ezekkel célozni, mint az ágyúval. De ahogy hallom, sikerült megcsinálnunk. Minden, ami biztos, ezeket a dobozokat azért elviszem. Okay. És igen, mindenképp a lámpára kell ugorni. Mobil verzióban, mint mondtam, nagyobbat tudtunk ugrani, és nem kellett odaugranunk. Érdekes, hogy miért volt így. Ezt beleugrunk a kenyérpirítóba, nemrég kapcsoltunk be. És megpróbálunk valahogy ideig feljönni. Okay. Akkor viszont ezeket a dobozokat itt hagyom, mivel kétlem, hogy kell lenni fog nekünk. Jó van. Nyugodj már le. Nem baj. Megcsináljuk. Szóval felugrunk a lámpára. Onnan ide. Így. Aztán ide. Úgy. Habár ebből a slotból lehet, hogy jobban tudnánk. Lehet, hogy jobban elérnénk ezt. Aha, pontosan. Aztán most ezt be kell kapcsolni. Erre meg rá kell ugrani, és ez fel fog minket vinni. Egy kis liftezés. Felmegyünk a 10-re. Most jó lesz. És érkeztünk. Tetőszint. Aztán itt a lámpa az az egyik kedvenc tárgyam. Úgyhogy mivel üssük be? Üssük be ezzel, ez fémből van, úgyhogy nem törik el. Szuper. Na. És itt lesz a sárnyunk, csak hát az a gond, hogy eléggé nagy valószínűséggel meg fogunk dögleni. Habár, hogyha ügyesek vagyunk, erre lehet, hogy nem tudunk ráugrani. Lajos, hoppá! Azt a profizmust, hogy felvettük az a esernyőt? Itt egyébként valahol van egy Coca-Cola. Ami... érdekes, mivel bele lehet dobni a Mentoszt a kólába. Viszont nem tudom, hogy és mire jó. Tudom, hogy mit csinál a valóságban a Mentosz a kólával. Viszont elmeteg ezzel el tudunk repülni. Bár nem tudom, hogy... hát azt szerintem elcsesztük. Ezt szerintem nagyon elcsesztük, de... Oké. Majd lesz valahogy. Jaj. Mi volt?
vár ránk egy kis vonatozása mával. Annyi különbséggel, hogy ez a vonat, ez nem csak hogy nem késett, de még hamarabb is indult el. Bár meg is látszik, mi lett a vége. Szegény mozdony. Jaj, ne! Basszus, leestem. Na nem baj, legalább megnézhetjük, hogy néz ki a vonat. Hát, mint ahogy volt. Na jó, még egyszer meg kell csinálni. Egyébként érdekes, hogy a sínt mégis mi tartja meg. Na, így kell ezt csinálni. Ezt viszünk el egy gyertyát. Egy jó nagy gyertyát. Miközben eloltjuk a tüzét. Ez fizika, emberem. Ez fizika. Tetszik a hangja ezeknek a gyertyáknak. Tök jó. Rá is adhatjuk a gyújtást. Vigyázz, robban! Fájdalmas, csak a szemedbe robbant. Egy kis izzó fémpor mit tarthat? Ja. És ha minden igaz, akkor most arra kell menni. Nem a csőbe, hanem Neighbor. Egy igen érdekes játék, azt el kell ismerni. Ha minden igaz, azt még rá kell lőni a szomszédra. Nem biztos, hogy elbírok odáig érni. Oké, nem érek el odáig. Szomszéd, segíthetek? Igen vagy nem? Van valami gond? Rám. Ezt te csináltad. Nézd meg, ezt csináltad. Ezt tetted. Az ő hibája. Most megkapja, amit értem el. Talán egy kicsit többet is. Na, szomszéd, kérdezem, szeretnéd, hogy ezt beléd lőjem, vagy sem? Válaszolj, igen vagy nem. Bólogat, úgyhogy azt mondja, igen. Vigyázz, mert megy. Kérted, hát azt mondtad, hogy igen. Bólintottál. Mielőtt még a szomszédhoz elmennénk, előtt érdekelne, hogy itt van-e valami. Nem lehet ide eljönni. Ez szomorú. Egyébként van egy olyan mod a Hello Neighborhoz, hogy Save the Neighbor. És ott annyi a különbség az eredetitől, hogy abban a, úgymond verzióban, vagy modban, ott ennél az endingnél ott nem egészen így működik a dolog, vagy nem ezt kell csinálni. Ott a fekete ember ellen kell harcolni. Aki egyébként nem tudná, ez a gramofon működik. És érdekes módon forog is, viszont hogyha én ezt kikapcsolom, akkor is forog.
Oké, valamit nem oké. Egy forog. És így is forog. Oké, ez fura. Na mindegy. Érdekes ettől függetlenül. Nagyon menni kell a házhoz. Reménykedve abban, hogy elérjük. Szart, nem érjük el. Szomszéd. Szomszéd. Csak a fejedre húzottam. Na jó, csinálhatjuk megint azt, amit az előbb. Jaja, elérjük a house-ikót a piros lámpával. Na, nem mocorogja, nem mocorogja. Érdekes az, hogy valójában a házban nem az van, amit látunk. Mert és nyitottuk az ajtót, de már átdobott minket ebbe a nyomorú minigame-be. Mondjuk ez nem minigame, inkább egy ilyen bemutató? Nem bemutató, inkább egy ilyen történet elmondó kis picike kiegészítő a játékhoz. Szóval ez itt a fekete ember, a Lajos, aki éppen át akar menni a kerítésen. De nem fog tudni. Aztán itt láthatunk szemeket a pincében. Én nem igazán mennék oda le. Erre nincs semmi. Itt pedig a szomszédot láthatjuk, ahogy fekete ember, a Lajos elkapta. Úgyhogy nem akarok ezen átmenni, de muszáj leszek. És ez az, amit nagyon utálok. Kicsi fiú, figyelj én. Oké, mostantól énnek foglak hívni. Jó, szóval figyelj én. Itt lesz egy nagy szörny, amivel vigyázni kell, oké? De ameddig nem jön, addig én is játszok veled. Csak én már túl nagy vagyok ehhez. Mi van? Hova mész? Jó, nem kell tőle félni, az csak egy szörny. Nem kell tőle félni, az csak Lajos. Nyugodj már le. Ne idegeskedjél már. De jó ég. De nagy szél van odakint. Igen gyorsan fújja a felhőket. Oké. Okay. Megvédelek. Hát tudod, így kell ezt csinálni. Én megvédelek. Énedet. Ugye? Yeah. Hova jön a gyerek, hozzám ide. Oké, na, gyere. Nem kell félni, nincs itt semmi gond. Na, ennyi. Én meg innen jövök. Csak tudnám, hogy hova kell menni, mert már rég helyezettem ezzel aztán. Várjunk. Nem. Csináljuk! Gyere! Hát de te a jó anyádat, hát én elkaptam, hát rohagyjatok meg. Csalika játék, ez így működik. Nem baj, csak egy kis tornádó van. De nem, ez csak Lajos, ő ütögeti a házat. Figyelj már, hogyha a házam kell, akkor szóljál, eladom neked, csak... Csak igazán felhívhattál volna. Nem baj én. Lajos, én most már kezdelek utálni téged. Tönkre teszed itt a házam. Gyere én. Lajos, most már igazán idegesítő vagy, komolyan mondom.
látta, hogy milyen rohadt drága volt egy ilyen ház. Rajna. Elfelejtettem, hogy még egy hely van. De egyébként én, komolyan mondom, nem tudnám magadra jobban vigyázni? Vagy pont hogy? Téged kerget? Várjunk csak, lehet, hogy Lajos ént kergeti. Lajos, ezért téged meg foglak verni. Szétkloffollak téged, hallod, Lajos. Jól van, üssed szét a házam. Habár nem biztos, hogy az enyém, úgyhogy... Nem derül ki a játékból, hogy ki ez a ház, de valószínűleg a miénk. Lajos, ha te csinálod ezt a nagy szélt odafönt a fellegekben, akkor... igazán szégyeld magadat. Na de, innen hogyan tovább? Azt hiszem egyszerűen... Már menj már innen! Én! Azt hiszem egyszerűen ide jön. Aha, ide jön. Én, mit csinálsz? Csatt! Jó, innen meg már csak felmegyünk. És még egy ütés. Most meg is vagyunk. Lajos, én téged szíjjel foglak kofolni. Na gyere. Na Lajos, én ezért most téged megverlek. Ennyi volt, tönkretetted a házam, ezért megverlek. Jó, nem vertük. Na, ez az, megvertük azt a, megvertük Lajost. És igen, itt van az a depressziós rész, amit én... Nagyon nem bírom ezt a részt. Nagyon szomorú. Ott a Somszed. Itt meg a Black Lajos. A Lajos Black. Fekete Lajos! Nyugi. Nem, nincsen gond. Ez csak Lajos, nyugi. Ja, én is ilyen állapotban lennék. Bár most őszintén mondom, hogy mit jelent ez a end. Én nem tudom megmondani, ez nagyon egy olyan dolog, amire rengeteg magyarázat van, de egyszerűen akármelyik is lehet. Sajnálom Szomszéd, hogy így kellett végződni. De én itt sajnos már nem tudok mit csinálni. És ha bebírnék oda jutni, hogy kicsit felvidítsam, hogy ne legyen olyan egyedül, még akkor se tudnék valamit kezdeni, mivel a programban nincsen benne az, hogy mit kelljen csinálnia, hogyha én azt megtenném. Itt az exit, a semmi közepén, szörnyerté jelenet. Dalolnak a madarak, meg minden. Valószínűleg a természet van odakint. Itt pedig egy nagy fehér bezárva. Azért még egyszer elköszönök a Szomszédtól, hogy megvegyen, mert nem mondhatjátok. Akármilyen gonosz is volt, én akkor is sajnálom, ami történt vele. Mert ha valaki tudja a történetet, akkor az tudja, hogy eléggé szomorú a Szomszéd története. Gratulálok. Szóval ismétlés. Úgyhogy akkor Szomszéd, viszontlátásra. Bár kétlem, hogy valaha is viszont fogunk téged látni, úgyhogy... Egy ilyen örökös búcsú...
Viszlát nagy fehér doboz. Jó volt itt lenni, de odakint még jobb. És ez itt az end, a vége az egésznek. Ha minden igaz, akkor akt 3 meg akt 4 csak egy álom volt. Ja, most már minden karaj. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és cső! Hey.